Básti Júli 1957. augusztus 10-én látta meg a napvilágot Budapesten. Szülei Básti Lajos, Díjas és Zolnai Zsuzsa, Jászai Mari Díjas színművészek. Mondhatni anya teljes szívta magába a művészetet. Édesapja tiltása ellenére a tehetség és az elhatározás utat tört magának. Sikeresen felvételizett a színház és filmművészeti főiskolára, amelyet 1980-ban végzett Major Tamás és Székely Gábor tanítványaként. Egészen fiatalon 1982-ben a kettévált mennyi című film női főszerepéért Sárrémőban megkapta a legjobb női alakítás díját a Kaposvári Csiki Gergely Színházban négy évet töltött a főiskola után, majd a Budapesti Katona József Színházat erősítette 19 éven át. Ezt követően pedig a Nemzeti Színházhoz szerződött, itt 12 éven át játszott, máig a Centrál Színház tagja. A színházban és a filmvászon is számos kiemelkedő alakítással hívta fel magára a figyelmet, mivel erőteljes, érzelemgazdag színjáték jellemzi Básti Julit, aki akár tragikus sorsú hűsnőket, de groteszk, eltorzult karakterfigurákat is képes megeleveníteni a játék. A, a színészi munkásságát több elismeréssel jutalmazták, ilyen többek között a Kusút és Jászai Maridéi, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, valamint örökös tagja a Halhatatlanok társulatának. Mindezek mellett a Páger Antal gyűrűjének eredeti mását a színészdíjat idén október 24-én ünnepélyes keretek között Básti Juli vehette át. Az ünnepet megosztotta stábunkkal, hogy milyen örömteli pillanat volt ez számára mennyi kedvességet és szeretetet kaptam, és hogy, hogy miket mondtak rólam, tehát ez, hogy egyetem megkaphatom ezt a díjat, tehát ez nekem egy óriási megtiszteltetés, nagyon nagy kitüntetés, és pláne egy ilyen névsor, akik előttem voltak, és előttem vannak, tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok erre. Amikor tavaly a pandémia miatt nem tudtuk megtartani a. a találkozót, akkor amikor fölhívtak telefonon, az, 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 egy csodálatos hír volt, el se hittem, hogy egy ilyen csodás díjat kaphatok. A művésznő sajnálja, hogy nem játszhatott együtt a nagyszerű makói legendával, akiről édesapja Básti Lajos is sokat mesélt, és nagyra becsülte, tisztelte, osztotta meg a Páger díjas. A apám azt mesélte egyébként, ők, ők párszor dolgoztak együtt, hogy, hogy az a legprecízebb és a legmegbízhatóbb színészek közül való volt a Téni bácsi. Abszolút emlékszem a gyerekkoromból arra, hogy az apám kifejezetten felnézett rá, és elismerte a, a csodálatos tehetségét, és ezt az egyedi, egyéni fogalmazást, ahogy ő, mint színész, képes volt a nézők szívébe hatolni, és a lelkébe, a nézők lelkébe, Tehát, és annyira, annyira sallangmentesen annyira egyszerűen, annyira modern ö, színjátszást képviselt, ami abban a korban teljesen kuriózum volt. A díjazottak készült hosszabb beszélgetést az Eheti Társalkóban tekinthetik meg, míg a holnapi híradóban az ünnepségről szóló tudósításunkat láthatják.